Azt mondtad, hogy de még nem kívántál boldog új évet, mert hát még nagyon az év elején járunk, ugye? De azért már történnek itt a dolgok mindenkivel, zajlanak az események, körülötted mi zajlik így januárban? Milyen lendülettel indult el az év? Várj! Előtte, mielőtt... Mi történik előtte? Ne izgass! Megnézzük, hogy mit gyűjtöttek rólad kollégáink, milyen névjegyet állítottak össze. Ajaj, van egy csomó anyag, gondolom, de hát, hogy mit? Nézzük. Szűcs Judit énekes zeneszerző, zenei általános iskolába járt, később fodrásznak tanult. Indult az 1972-es Ki mit tudon, amelyet táncdal énekesi kategóriában megnyert. Első nagylemeze 1978-ban jelent meg, Táncolj még címmel. Szongorázott a Beatrice-ben, amely női pop együttesként indult. Juditnak eddig 20 nagylemeze jelent meg. 2008-ban elnyerte Közép-Magyarország megyei Prima díját is. Lemezein sokszor közreműködött testvére Szűcs Antal Gábor is. Jó tudtam vele dolgozni, többnyire külföldön dolgoztunk együtt, pedig az a legnehezebb, mert akkor össze vagyunk zárva. Szovjetunióban voltam vele többször, meg NDK-ban. Együtt főztünk az állodaszobában. Gábor szerint Juditra ez a legjellemzőbb. Önállától, tehát bármi mindig saját maga megold, és azt szoktam mondani, hogy szemtelen, mint a piaci lény. Mert ha valahol valami nem tetszik, akkor azonnal intézkedik, és elég agilis. Számtalan emlék köti össze őket, és szinten napi kapcsolatban vannak. Gábor számára az egyik legkedvesebb történet ez. Anyák virágot ültetett a kertbe, és ő szépen kiszedegett. Mi mindenért lelettünk akkor tolva, de ő nem kapott ki. Judit nem csak kiváló énekesnő, hanem nagyszerű anya is. Köztudott, hogy lányához, Tímiához nem egyszerű anya-lánya kapcsolat fűzi, hanem barátnők is. A Családbarátban korábban beszéltek is erről. Hát ez nem semmi. Hát ez jó volt nézni nekem is, mert nagyon megható, amiket az én bátyám mond rólam, úgyhogy piaci légyként nagyon jól érzem. Ez oda lenne meg a legmeghatóbb része? Hát igen, de lányomat is láttam. Ez egy 2 éves felvétel lehetett körülbelül? Igen, itt voltunk együtt, igen, nagyjából akkor lehetett. Hát igen. Mit szeretnél tudni, hogy azt idén mi lesz tudni, most akkor hogy van? Igen, hát most akkor mi van most? Gyorsan most elmondom, hogy először elmondanám, hogy mi történt még az év végén, jó? Uh-huh. Novemberben voltam Londonban fellépni magyaroknak, ami számomra meglepő nagy siker volt, szóval ekkora sikerre azért nem számítottam, habár reggel indultunk, és este már fellépés volt, és 2 órai alvással kicsit nehezebb volt. Tehát a közönség valami csuda, hogy vártak minket. És akkor körbesétáltunk, másnap ittottam, ott mindent megnéztünk, ott a Temze partján, nagyon ideg volt, de nagyon rövid volt ez a látogatás, és volt még egy meghívásom decemberben, a volt Ein Kesselbuntes című NDK tévéműsornak van egy ilyen nosztalgia adása, amiben olyan embereket hívnak meg, akik nagyon sokszor szerepeltek ebben a műsorban, uh-huh. És én ott állandóan ilyen világhírű Mirel Mathieu-vel, meg különböző nagyon népszerű sztárvendégek is felléptek ebben a műsorban, én azt nagyon, nagyon szerettem, és csináltak velem egy interjút, és csodák csodája, 2 óra helyett 1/2 óra alatt felvettük, mert a német tudásomat előtte gyorsan gyakoroltam. Én a szomszédosomtól kezdve mindenkivel németül akartam beszélni. Úgyhogy egyébként pedig idén szeretnék, legalább egy dalt szeretnék egy újat felvenni, semmilyen lemezt nem szeretnék kiadni, de az internetre úgy föltenni egy ilyen nagyon meghökkentő, meglepő dolgot. Remélem, hogy a közönségnek tetszeni fog, ezzel szeretnék foglalkozni januárban. Egyébként, amikor meg tehetem és időm van, akkor pihenésképpen a bridge játékot játsszuk. Megtanultam a vőlegényemmel egy csapattal most már több mint 3 éve, és úgy tudom, hogy 2016-ban lesz Magyarországon a bridge világbajnokság. És ott már és lehet, hogy az arca leszek. Oh. Még nem lehet tudni. Hát, úgyhogy vigyázom kell nagyon magamra, hogy jó arc legyek. Úgyhogy ezek a dolgok, amik most foglalkoztatnak, egyébként a január inkább a pihenéssel, nem olyan sok előadással, de azért megyek Pozsonytól kezdve. Nagyon, hogy egy mozgalmas hévvége után néha azért egy picit nem én nagyon szeretek fellépni, szeretek dolgozni, engem ez éltet. Hát erről már annyit beszéltünk, hogy ez a közönség szeretet, oda-vissza dobáljuk az energiákat, a labdát. Ez enélkül nem is tudom, hogy meg tudnék-e lenni.
Nem kell anélkül meglenni, hát látod, működik. Fontos. Na, nem tudom, mennyi időd van olvasgatni a szabadidődben, de kértünk tőled egy könyvet, amit ajánlanál, és emlékszem, hogy ugye a lányodnak is ő a kedvenc írónője. Igen, Aszódi Ordódi Eszterről van szó, akinek rendszeresen én hozom a könyveit hozzátok. Úgyhogy szia, Esztikém! Most a gombnyomásra kettőt hoztam el, mert az egyes pár ugye megjelent. Ez egy fantasy regény, a jövőben játszódik, és azért szerettem az Eszternek, A.O. Eszter rövidítve egyébként, a regényeit, mert elrepít engem egy olyan különleges világba. Nem csak ez a könyve, van egy másik sorozat, amiben a lányom is szerepelt, és itt is van benne az összetört glóriák címlapján. A Timi is rajta volt. Ezek úgy kimozdítják az embert a hétköznapokból, és én szeretek repülni. Ilyen nagyot? Tehát ilyen nagyon fantasyben repülni? Igen, és álomvilágban élni, és ezt úgy élvezni, és abban sok szerelem is van, meg minden. Én egy ilyen romantikus alkat voltam, maradok. Vagy és leszel. Igen. Yeah.